Sziasztok, ez itt a Bögre legújabb Europa Universalis 4 videója, és egy nagyon különleges videóval készültem ma nektek. Ez igazából, mondjuk azt, hogy készülünk az Emperor megjelenésére, és ez három fázisban fog megtörténni ez a készülés. Ma beszélgetünk az achievementekről, amik érkeznek ebbe az új DLC-be, arról, hogy melyik milyen országgal lesz, melyik milyen feature-höz kapcsolódik, és hogy melyik érhető el anélkül, hogy mondjuk meg lenne a DLC, hanem csak a patch-el együtt is. Megszerezhető? Azt hiszem. Ebből már láthattok a gameplayből dolgokat, láthatjátok a térképet, láthatjátok, egy csomó funkcióról lesz szó, viszont ez még nem idézőjelben a hivatalos, nagyon idézőjelben tettem, bemutató videó lesz, ugyanis tervezek még két újabb videót, holnap és holnap után fog nagyjából kikerülni ez, de mindenképpen a következő napokban. A következő az a patch breakdown lesz, amikor arról fogok beszélni, hogy a patch milyen újdonságokat hozott a játékba, hogyan frissítette a játékot, egy ilyen, hát megpróbálom majd rövidre fogni, de majd meglátjuk, hogy mennyire sikerül ez, és végül az utolsó, a megjelenéskor pedig maga a DLC, és hogy a DLC milyen feature-öket hoz be a játékba. Nyilván ezek, ahogy haladunk előre, egy izgalmasabb dolgok lesznek, de én szeretem az achievementeket is, úgyhogy nézzük, hogy milyen achievementek jönnek be az 1.30-as patch-sel. Rögtön nem fogok belemenni egyik videóban sem nagyon a területi változásokba, rengeteg új taget kaptunk, és az achievementek egy rész is ezekhez az új tagekhez kapcsolódik. Főleg itt a HR-n belül, illetve Franciaország lett még kicsit felbomlasztva, illetve Magyarországból, illetve Magyarország mellé Horvátország került, mint Personál Unióban, ami sokkal közelebb áll a valósághoz, mint az eddigi felállás, úgyhogy emiatt kár is szomorkodni. És amúgy ezzel egyébként csak erősebb lett Magyarország. Ha jól számolom, összesen 15 új achievement érkezett ezzel a patch-el, és kezdjük is az elején. Rögtön Burgundiával kezdünk, ami kiemelt szerepet kapott ebben a patch-ben és ebben a DLC-ben, úgyhogy hozzájuk is jár az achievement. Az achievement neve Mary of Lotharingia, és az a feladatunk, hogy Burgundiával megalapítsuk Lotharingiát, és legyen egy uralkodónk, akinek a neve Mary. Ez azt hiszem, ez a Mary nevű uralkodó elérhető csak úgy, simán, de nyilván amikor születik egy gyerek, akkor át is tudjuk nevezni. Azt hiszem, ebben a játékban megvan az opció, bár lehet, hogy az valamelyik DLC mögé van berakva. Már csak azt kell megmutatnom nektek, hogy mik kellenek a lotharingiai területekhez. Én most azt mondanám, hogy őszintén szóval nem látok olyan döntést, ami a Lotharingia felé vinni el az országot, és nem látok olyan döntést, amelyik megadná, vagy olyan küldetést, ami megadná a Lotharingiát, mint olyat. Viszont van egy ilyen, hogy The Crown of Lothair, és ez azt mondja, hogy ha ezek a területek megvannak, akkor sikerül a küldetés. Szóval feltételezem, hogy ezeket a területeket kell elfoglalni, és akkor lehet megalapítani Lotharingiát. De erről ne idézzetek. A következő achievement az már egy meglévő taghez kapcsolódik, ahogy az előző is, szóval semmi változás nincsen. Ez az On the Roads Again, ami egy jó szóvic, mint hogy On the Roads Again, mert úgy van, hogy Roads, R-H-O-D-S, ha-ha-ha-ha. Ezzel a feladatunk egy elég nehéznek tűnő. Az előző a burgundiai nem tűnt extrém nehéznek, de ez most kifejezetten nehéznek tűnik az achievement. Ugyanis az a feladatunk, hogy a lovagokkal neki indulva a játéknak elfoglaljuk és magvasítsuk Konstantinápolyt, Jeruzsálemet, ami valahol itt van, ciki, de nem tudom, hogy pontosan melyik Jeruzsálem, és Antiókiát, ami pedig itt. Elég straightforward, kicsit olyan érzésem van, hogy ez egy sima foglald el a világot fajta achievement, nem a kifejezetten érdekes, és inkább azokra célozza, akik a nagyobb kívánsra vágynak. A következő achievement a Spaghetti Western, ez viszont már ténylegesen egy új országhoz kapcsolódik. Bologna egy új tag, amennyire tudom, és hát elég nehéz helyzetben van. Viszont, hogyha sikerül kiverekedni magunkat itt az Olaszországból, akkor megnyílik a világ, és ennek az egyik része az, ami az achievementhez tartozik, hogy Bolognával kezdve legyünk Mexikó vagy Texas. Ez nyilván az kell hozzá, hogy be kell azokat a területeket kolonizálni, és utána pedig a megfelelő gombot megnyomva, vagy azt csinálni, nem vagyok benne biztos, hogy melyiket kell. Vagy az kell, hogy átváltani az országra, ilyen culture shift-tel, vagy pedig, és ez a valószínűbb, hogy szabadon engedni azt az országot, mint önálló
vazallusból lett önálló ország, és azzal folytatni a játékot. Ez szintén azért érdekes, mert ha jól tudom, akkor Texas és Mexikó már régóta létező tegek, viszont nem sok achievement kapcsolódik hozzájuk. És nem sok olyan achievement van, ami arról szól, hogy menj át Amerikába és kezdj új életet. Úgyhogy ez tetszik. Most szintén egy olyan achievement következik, ami új tagra vonatkozik, új országra, és el kell hozzáfoglalni a félvilágot. Mamelukokkal vagyok, de nem velük lesz, egy másikok miatt váltottam rájuk, ugyanis az achievementnek az a neve, hogy Sternes Südens, tehát a dél csillaga, és ez valószínűleg egy focis utalás. Ugyanis Münchennel, aki egy új tag, kell elfoglalni, először is be kell vazalizálni vele Verdent, ami eléggé messze van, és utána Verdennek oda kell adni egy másik területet, ami pedig Werder. Werdert kell neki odaadni, és Werder valahol itt található délen. Biztos vagyok benne, hogy itt valamit a Werderrel és a Bayern Münchennel kapcsolatban történik, de nem vagyok teljesen biztos, írjátok a kommentben, hogy miről van itt szó. Werder, tehát ezt kell odaadni Verdennek. Oké, a következő achievementről fogalmam sincs, hogy hol található, oké? Tehát az ország, amivel kell. És nagyon sajnálom, 10 perce keresgélek, és semmit nincsen róla. Úgyhogy annyit tudok, az achievementnek az a neve, hogy Stiff Upper Lip, és Lippivel kell elkezdeni, vagyis a Lippivel kell játszani, és Lippivel kell elfoglalni a brit szigeteket. Ez nyilván a Stiff Upper Lipre megint egy újabb szójáték, de nem tudom, hogy hol van ez az ország. Valahol itt kéne lennie, de nincs itt. Ide berakjátok az Obi-Wan-os mémet. Valahol itt kéne lennie, de nincsen. Megnéztem Brunswickből esetleg szabadon engedhető-e, külön OPM-et lehet éteni. Nem. Nem. Lehet, hogy több országot kell össze... Vagy több ország területét kell összerakni. Nem tudom. De a lényeg, hogy nem tudom, hol van Lippe. Valahol itt van. Erre rájöttem a Google Maps alapján. De hogy azon belül, hát majd a community-tán előbb-utóbb rájön. Na, ebben viszont biztos vagyok, hogy ez egy teljesen új tag, Silly, és az achievementek a neve az a Don't Be Silly. Ez a kis OPM része a HRE-nek Ausztria és Horvátország közé van berakva, és az lenne a lényeg vele, hogy Don't Be Silly, tehát egyrészt ne legyél buta, másrészt ne legyél silly, úgyhogy vele a feladatunk az lesz, hogy létrehozzunk egy bármelyik másik országot. Ez nem tudom, hogy valósulhat meg, talán a horvát területeket elég sok módon egyébként, de legegyszerűbb talán a horvát területeket elfoglalni lesz, miután Magyarország beintegrálja, utána elfoglalni a horvát területeket, és úgy létrehozni Horvátországot egy culture shift segítségével. Nem tudom, majd kiderül. Figyelem, újabb pusztító szóvic következik, ezúttal Csehországgal vagy Bohémiával a főszerepben. Checks and balances. Ez ugye arra a rendszerre utal, ami jól működő demokráciákban biztosítja, hogy egyik hatalmi ág, vagy a hatalmi szénának egyik szereplője sem kap túl sok hatalmat. És ahhoz, hogy ezt megkapjuk, ezt az achievementet, igazából elég könnyű dolognak tűnik, ami azt jelenti, hogy meg is szereztem. Legyen a legalább 2 privilégiuma minden egyes estate-nek, és emellett 50% legyen a koronához tartozó földeknek az aránya. Legalább 50%. Hogy ez mit jelent? Arról majd a patch-sel foglalkozó videóban fogok beszélni, de addig is, hogy tudjátok, ezt nem túl nagy dolog elérni. Igazából időkérdése és ilyen 50 éven belül nagyon simán be lehet húzni, még ha az ember mással ütködik akkor is. Következőhöz nem is kell váltani, ez a Holiest Roman Empire, és az szavazás alapján, van szavazás, srácok, holnap, nem, máig, hát tudjátok, mint ne nagyon szavazatok, mert holnap el fog indulni az a végigjátszás, aminek valószínűleg a pápa lesz a középpontjában, és az, amiről a szavazás már le is zárt, amit YouTube-on volt róla egy szavazás. Szóval, ha ez így lesz, akkor valószínűleg ez az egyik fő achievement, amit szeretnénk megszerezni, Holiest Roman Empire pápával, vagy pedig... A császárral irányítva a HR-ét, tehát mindegy, hogy a pápa vagyunk, vagy pedig az adott császár, legyen a pápa az egyik elektorunk. Ez szintén elég egyszerű, egyedül azt kell elérni, hogy a pápa ne lépjen ki a HR-éből túl hamar. Az Inner Turmoil nevű achievement célja, hogy az Isle-lel kezdve, ami már
egy-két patch óta benne van a játékban. Birtokoljunk 20 provinciát 1500-ig, és ez a fontos, egyik se legyen sziget ezek közül. Tehát valószínűleg amúgy lehet olyan, ami sziget, de 20 olyan provinciát kell megszerezni, amik nem szigetek. Ez nagyon jó kérdés, hogy vajon például a Manra gondolnak szigetként, vagy pedig ezek úgy általában szigetnek számítanak. Újra fogalmazva, el kell mennünk Norvégiába hódítani. Hát majd ez is kiderül idővel, gondolom. Elég sok minden ilyen van, mert nem teljesen egyértelmű, hogy melyik kondíció mire vonatkozik, ilyenkor szépen az adatbányászok belevetik magukat az EU4 adatállományába, és kinyerik, hogy pontosan milyen kondíciók kellenek az achievementekhez. És még egy achievement ebből a szekcióból, ez pedig a Kingdom of God, pápával elindítva a játékot, legyünk a Kingdom of God nevű ország. Ez nyilván az kell hozzá, hogy elfoglaljunk egy csomó más területet. Ha minden igaz, akkor itt meg is lehet nézni. Declare Kingdom of God owns provinces, és hogy elég sok területet el kell foglalni, így szépen talán látjátok is, hogy miket. Úgy látom, hogy Genoa, Torino, Milano, Modena, tehát nagy rész az olasz területek, és csak az olasz területek. Ez érdekes, mert azt hittem, hogy ehhez kapcsolódnak esetleg itt a Közel-Keleten is, de nem, csak az olasz területek, tehát egy gyakorlatilag egy második szintű Olaszország, csak a pápával egyesítve, nem pedig bárki mással. Ezzel véget ért ez a része a videónak, viszont átugrunk a másik részére. Amikről eddig szó volt, hogy achievementek, azok megszerezhetőek bárki által, viszont a következőek azok olyan játékmechanikához kapcsolódnak, amik kizárólagosak a DLC-hez, tehát csak a DLC birtokában lehet őket megszerezni. Elsőre sikerült. Szóval, Mulhouse, pontosabban Mulhouse, egy nagyon érdekes és vicces achievement, mármint olyan tekintetben, hogy tetszik az utalás. Everything's coming up Mulhouse, és ez egyértelműen egy Simpson utalás. Mulhouse egy új tag, vele a feladatunk, hogy váljunk császárra, a HR császárává, és teljesen decentralizáljuk a birodalmat. Hogy mit jelent a decentralizáció, vagy a centralizáció, arról majd beszélgetünk a DLC bemutató videóban, viszont ez nagyon érdekes, mert hogyha valaki esetleg szeretné kipróbálni a decentralizációs irányt, az megteheti, és így még achievementet is szerez vele, hogyha Mulhouse-zal vág neki a feladatnak. Könnyű nem lesz, mert gyakorlatilag Ausztria és Franciaország közé vagyunk beékelve, de ha nincsen izzadság, nincsen győzelem. A következő az újfajta Defender of the Faith játékmechanikához kapcsolódik. Váljunk 5-ös szintű Defender of the Faith-é, erről is majd később beszélünk, úgy, hogy nem katolikusok és nem szunniták vagyunk. Feltételezem, ez azt jelenti, és ezért váltottam Muszkavira, mert az ortodoxok is számítanak, és az ortodoxokkal lesz szerintem a legkönnyebb elérni ezt, hiszen az ortodoxok alapból elég, nem a legegyszerűbb, de hogy elég sok fajtán vannak. Ahhoz, hogy 5-ös szintű Defender of the Faith-ek legyünk, kell, hogy alapból mi legyünk a hit védelmezői, és legyen 50 másik ország a világon, amelyik ezt a hitet követi. Oké, meggondoltam magam, nem vele a legegyszerűbb, de gyakorlatilag mindenkivel meg lehet csinálni, csak nagyon sokszor kell használni a Force Religion béke opciót. Ja, az előző öcsébennek az volt a neve, hogy Gattir, azt elfelejtettem mondani. De már megyünk is tovább Napoleon's Ambition Franciaországgal, de nem is akármelyik, hanem a forradalmi Franciaországgal 10 országra terjesszük ki a forradalmat. Ez egy olyan játékmechanika, amiről még nem tudok semmit, mert még nem jutottam odaig a tesztelésben, de újra lett húzva az egész játékmechanika a forradalmakkal kapcsolatban, úgyhogy mire remélhetőleg felveszem a DLC-t, többet tudok, vagy a DLC videó bemutatót, többet tudok majd erről beszélni. Két darab achievement maradt hátra, az első az az IEU, ami nagyon sok magánhangzó egymás mellett. Ezzel a feladatunk újra egy Ausztria központú achievementet kapunk, ugyanis konkrétan teljesíteni kell az osztrák mission treat, tehát ezt mindet meg kell csinálni, ami nem lesz egyszerű. Ott van második Rákóczi Ferenc, wow, oké, és benne van a játékban, nagyszerű. Tehát itt van, ez volt a névadó achievement, vagy az achievement nevét ez adta, és itt meg lehet tekinteni, hogy ez konkrétan mire vonatkozik. Úgy láttam, hogy ez inkább a német egységre vonatkozik, de hogy mindent végig kell csinálni. Akinek ez sikerülni fog, az nagyon ügyes valószínűleg.
És még egy dolog van hátra, ez pedig a hegemóniákhoz kapcsolódik, el kell érnünk 100%-os erősséget valamelyik hegemóniával, hogy ez mit jelent, ez a nagyhatalmakhoz kapcsolódó játékmechanika, arról is beszélünk a DLC bemutató videóban. Ezek voltak tehát az achievementek, már most el lehet kezdeni tervezgetni, hogy melyikkel fogjátok kezdeni, esetleg írjátok a kommentben, hogy melyik tetszik nektek, vagy melyik kifejezetten érdekes, vagy melyik az, amelyikre így fáj a fogatok, és találkozunk nem sokára a következő EU4 Emperor 1.30-as bemutató videóban. Sziasztok!